Sziasztok, Rikári vlog körbetekintő videó, és Besenyő Pesta bácsi módjára a hentesbolt előtt kezdjük a körbetekintést. Ne is engem nézzetek, hanem a körbetekintendő területet. Dunakeszi, Casal Grande téren fogunk most körbetekinteni. Hát épp most zár a húsáruház, úgyhogy most már nem fogunk kóbász meg fasérozottnak valót venni. Mellette van zöldséges is egyébként, de mi nem ehhez a zöldségeshez járunk általában, hanem a közelebbihez, de az most 6 hétre bezárt, úgyhogy Dunakeszin lelendült a zöldségipar, ugye? A Bence szokott ezzel húzni a régi trash videókból, hogy a fotobolynak rendeltek mindig pizzát a trolljai, és akkor a filmkiller azzal hülyéskedett, hogy Szombathelyen fellendült a pizzaipar, így mondta mindig az a filmkiller, az Oli, és akkor Bencével ezzel szoktunk hülyéskedni, hogy most Dunakeszin lelendült a zöldségipar. Szóval tartozik egy kifőzde is a hentes bóthoz, úgyhogy jó kis hely, de hát be van zárva, és akkor itt van maga a tér, az egy ilyen lakótelep közepén van, itt a Barátság utca, vagy nem is tudom, hogy hívja, Béke utca, nem tudom, lakótelep közepén van ez a tér, és ilyen kis mindenféle szolgáltató egységek vannak, és Casal Grande térnek hívják, az elnevezése az onnan ered, hogy Casal Grande, ez egy Milánó melletti kicsike város, kb. Akkora, mint Monor, és az Dunakeszinek az egyik testvérvárosa. Hát itten a két konkurens drogéria, a Cibi Bank, és fagyizó, másik zöldséges, mindenféle bolt található itt, mobilos bolt is. Egyébként annyira nem nagy élmény a hely, de ez egy viszonylag központi és fontos része Dunakeszinek. Ott van arra a nagy szívecske, ahol a kupakokat gyűjtik, na azt most nem hoztam el, hanem elnézünk még erre, mert erre van még fontos dolog, amit még be akarok mutatni. Az egyik az az, hogy itt vannak azok a helyiségek, amiket ritkán rá látogatok, például a gyermekrendelő, azt például sosem látogatom, mögötte egyébként ott van a felnőtt rendelő is, szerencsére azt is nagyon ritkán, hát egyszer voltam beteg, amióta itt lakom, és akkor mellette a legkedvesebb hivatalunk a posta, szerencsére már azt is ritkán kell látogatni, hiszen postai küldeményeket már nem nagyon adunk fel, és hát ide nézzetek. Tudd meg, hogy mi vagyunk, a Fidesz. Értünk dobognak a szívek, és itt van a Fidesz iroda is. Hát most nincs, most az van kérve, hogy a nyitvatartás szünetel, hát több mint kétharmad után most nem kell nyitva tartani, úgyhogy tulajdonképpen ennyi ez a kis körbetekintő, nem húzom sokáig, mert teli van a tárhely, és és hát el fog kezdeni akadozni, úgyhogy ezzel lezárom. Itt a Tudd meg, hogy mi vagyunk, a Fidesz és a posta mellett. Itt fejezem be ezt a kis röpke körbetekintőt. Köszönöm, hogy megnéztétek. Máshol is körbe fogunk tekinteni, akkor is tartsatok velem. Sziasztok! Csüssz!